Üdvözlök mindenkit, Drimál Tibor vagyok, a Mi Hazánk Mozgalom közlekedési kabinetének elnöke. Mellettem áll Méhes Szilveszter, a kabinet vasúti referense. Azért jöttünk ki ma ide Klotildliget megállóhelyre Pilis Csaba mellé, mert a MÁV bevezette a kalauz nélkül közlekedő vonatok rendszerét, és ez egy olyan állomás, ahol nagyon jól látszik az, hogy milyen problémákat tud fölvetni ez a fajta közlekedési rend. Erről az állomásról azt kell tudni, hogy a felvételeken is látszik, hogy erős ív van benne. Ez azt jelenti, hogy a mozdonyvezető nem látja át az egész szerelvényt. Szilveszter, mit jelent ez a vasút biztonság szempontjából, hogy nincs kalauz, aki figyelje a vonat hátulját a megállóhelyen? Üdvözlök mindenkit én is. Hát ez a vasútbiztonság szempontjából eléggé kényes kérdés, ugyanis ha a mozdonyvezető egy egyenes pályán a tükörből látja, hogy az utazó közönség befejezte a mozgást vagy nem fejezte be, egy éves pályán itt nem látja. Így viszont a mozdonyvezetőnek nagyon sok állomáson, például itt Klotildligeten is ugye el kell hagyni a vezetőállást. Utasbiztonság szempontjából is ugye, amikor a mozdonyvezetőnek le kell szállni a szerelvényről, az bizonyos idő. Mint a képeken is lehetett látni, hogy volt úgy, hogy akár 2 percbe is beletelett. Van olyan felvételünk, az 3-4 percet is igénybe vett, mire a mozdonyvezető leszállt és visszaszállt a vonatra. Igen, természetesen, ugyanis itt vannak biztonsági előírásokat, amit a belül előírások, amit a mozdonyvezetőnek ugye végre kell hajtani, nehogy a szerelvény illetéktelen kezekbe kerüljön, illetve nehogy megfutamodás vagy valami ilyesmi történjen. A mozdonyvezető ezáltal teljesen egyedül marad a vonaton. Nincs neki kisegítő személyzete. Mit jelent ez az ő számára plusz munkába, plusz felelősségben? Sokkal nagyobb felelősséggel jár. Eddig ugyanis volt neki segítőtársa, a jegyvizsgáló vagy kalauz. Viszont itt már nincs neki. Itt saját magára kell hagyatkozni, saját magának kell arról meggyőződni, hogy az utasok befejezték-e a leszállást, az utasok a felszállást befejezték-e, nincs esetleg még egy futó utas a vonatra, amit ilyen éves állomásokban szinte 100%-ig megbizonyosodni róla nem lehet. Nem lehet, mert amikor elindul visszafelé a mozdonyvezető a vezető állásába, az percekbe telik, és az alatt bármi változhat. Az, hogy a mozdonyvezetőnek le kell szállni, el kell sétálnia a vonat felé, megnézni azt, hogy hátul történt-e valami, hogy visszasétálni, újra üzembe helyezni a vonatot, újra elindítani, ezt láttuk itt a háttérben jelenleg is futó felvételeken, hogy ez akár 3-4 percig is eltarthat. A kérdésem az, hogy ez a menetrendet, ami egyébként sem erőssége a MÁV-nak mostanában, a menetrend betartása, tehát ugye elég sok későt gyűjtenek össze, mennyire tudja ez még jobban elrontani? Mennyivel több késést tudnak emiatt összeszedni? Hát, mint itt is láttuk a felvételeken, illetve látszik is, hogy itt is jelentős késésekkel közlekednek a kalauz nélküli járatok, 5-7-8-9 perces késésekkel. Ez a MÁV-ot nem pozitív, hanem negatív irányba viszi el. Vannak olyan információim, hogy a decemberi menetrend változásnál ezeket a késéseket beépítik úgy a menetrendbe, hogy megnyújtják a menetrendi időt, viszont ez a MÁV-nak nem előnyére, nem hátrányára válik, ugyanis ezzel nem előre megyünk, nem a MÁV-ot fejlesztjük, hanem inkább visszafelé tehát fejlesztünk, megyünk vissza. Így egy aktuális vonal menetideje ennyivel növekedni fog. Így van. Noha mindig azzal dicsekszünk, hogy mennyire szeretnénk ugye gyorsítani a MÁV-ot, hogy minél előbb odaérjen az utas, ahova szeretne, de adott esetben nem fog így megvalósulni. Az elhangzottak alapján a Mi Hazánk Mozgalom tiltakozik a kalauz nélküli vasúti közlekedés bevezetése ellen, felszólítjuk a MÁV vezetését, hogy azonnali hatállyal állítsa vissza a kalauzok jelenlétét az egyes vonatokon, és hogyha szükséges, akkor biztonsági szolgálatot is alkalmazzon rajtuk.